13 tánccsoport és 11 különböző stílus vonult hétfőn délután az Országalmától a Hotel Magyar Királyig. A harmadik fehérvári táncünnep programsorozat keretében a fehérvári tánccsoportok lehetőséget kaptak arra is, hogy egy kisebb előadásban mutassák meg tudásukat a színház melletti téren felállított színpadon. A táncosokat Székesfehérvár polgármestere is köszöntötte, aki beszédében hangsúlyozta, a világ minden táján széles köröket mozgat meg a tánc. Városunkról ez pedig különösen elmondható. Jelenti a tánc a város kulturális életét, a Albariga táncegyüttestől kezdve ez a több mint 10 közösség, aki most idejött este, balettszínház zárja majd ezt a másfél napot. Azt hiszem, hogy sokféle táncműfajban ott vannak a város közösségei, gyűjtik a fiatalokat, lehetőséget adnak nekik is, az idősebbeknek is, remélem, hogy sokáig lesz így. Délután, már kora délelőttel együtt pedig az idősek táncolták végig a belvárost, a főteret is, itt a Magyar Király előtti teret is, úgyhogy igazán a jó kedvé, mosolyé, a táncé volt ez a másfél. A táncvilágnapi eseményekre a Laguna KTS táncosai is ellátogattak, akik elmondták, szeretnék saját műfajukat népszerűsíteni a rendezvényen. Én személy szerint bárkinek ajánlom, bárki meg tudja csinálni. Ritmusérzék ajánlott hozzá azért, igen, kis zenei tapasztalat se árt. Én bárkinek ezt tudom ajánlani, mindig mondom ismerőseimnek, hogy azért, ha gondolják, akkor nézzenek be és próbálják ki. A táncvilágnapi programot a Balett Színház Vörös Marti Színházban tartott esti előadása zárta. Nagyon öröm itt látni ezt a sok fiatalt és minden korosztályt, hogy eljönnek, ha más nem a szemükkel, lelkükkel táncolnak. Mi egy nagyon, nagyon gazdag programmal ünnepeljük a Táncvilág napját. Közte a program között egy világhírű koreográfus Izsik Iliának a Zumbaló című műve, Pillangók, csupa örömtánc. Egerházi Attila hozzátette, fontos, hogy ne csak a világnapján, hanem minden nap ünnepeljük a táncot, hiszen ez az egyik legősibb kommunikációs forma.